A korábbi Majsi Farsangok hagyományos műsorszáma volt Hacsek és Sajó, szerzője Trunkó Barnabás. Az idei műsorra felújítottunk egy jelenetet, amelynek szereplői Sárdi Zsolt és Szejc Csaba. Fogadják őket szeretettel. Alá szolgálja Sajókát! Bólják, hogy hát Istennek évek óta nem láttam. Ne is kérdezze, Hacsek úr! Képzelje, Szalma vagyok. Orvosnál volt már? Miért lettem volna orvosnál? Na hallja, akinek szalma láthája van, nem jó azt lábon kihordani. A sógorom múltkor 2 hétig nyomta az ágyat, mert megevett egy vaníliafagylalt. Akkor a maga sógora nem a szalmonellátó, hanem a szalmonellátó volt beteg. Milyen ellátó? A szalmonellátó. Azt kérem, kizár. Ismerem az ellácskát, nagyon tiszta asszony. Én vagyok a hír, hogy állok magával vitatkozni. Maga azt se tudja, hogy mi az, hogy szalma. Nem én kezdtem. Maga mondta, hogy szajna. Nem széna, hanem szalma. Hát, madár, madár. Mondja, maga tényleg nem tudja, hogy mi az, hogy szalma? Hát, vagyok én egy bálint gazda? A szalma azt jelenti, hogy nincs itt a feleségem. Nyilván elment aratni. Nem aratni ment, hanem nyaralni. De azért kaszát csak vitt magával. Hát de miért vitt volna a nyaralásba kaszát? Képzelje, hogy a nagyságos asszony ott nyaral Siófokon. Egyszer csak szembe jön vele egy ilyen széna. Erre a maga neje ott áll kaszátlanul. Először is, ugye tudni akarja, a feleségem nem Siófokon nyaral. Akkor nagy szénás volt. A feleségemet elküldtem mamájába. Hova? Mamájába. Akkor jól hallottam. Mondhatom, finom egy úriember maga? És miért küldte el a nagyságos asszonyt a mamájába? Azért, mert a mamája homokos. Nem mondom. És ezt maga honnan tudja? Ugyan, ezt mindenki tudja. A Bedekker is megírta. És maga még hisz neki, mikor azt a Bedekker bíróságai állították Berlinbe? Ez nem a Bedekker, hanem a Honecker. A Honecker és a társai építették a berlini falat. És volt annyi téglájuk? Hajjaj, de voltam. És még cement és Walter is. Azokat ismered? A cement Ulrich és a Walter Gottwald. Csúsz! Téma be van fejezve. Én nem forszírozom. Mondja, Sajó. Tavaly maga hol nyaralt? Én Spanyolországban. Madrid. Barcelona. De nekem a legjobban Sevilla tetszett. A micsoda? Sevilla. És akkor mivel jettek? Hogy jött be lesz már? Na hallja, ha maga mondta, hogy Sevilla, Szekanár, Szeta. De mondja, Sajó, a spanyolban mindenki sejti. Maga idióta, Sevilla az egy város. Maga még nem hallott a sevillai borbéról. Én csak a Magyar utcai bordét ismerem. De ha én milyen helyekre járnék, a feleségem letörné a derekamat. De a sevillai az nem bordé, hanem borbé. Mire én azt a feleségemnek elmagyarázom? Az én derekam rég le van törve. És tudja maga, hogy mit csináltam én ott egész nap a spanyol tengerparton? Vigyá, ha lett a jagdotus! Egész nap windsurfingeltem. Mit csinált? Windsurfing. Akkor jól hallottam. Hát de mondja csak, azt itthon nem lehet. Tudja maga egyáltalán, hogy mi az a windsurfing? Há, hogy ne tudnám? Csak nálunk oda az ez nem beszéd téma. Elmagyarázom magának, hogy mi a windsurfing, mert látom, hogy megint valami marhaságon jár a deszkára. Először is rádugolok a deszkára. Rádugolok? Gondolom csak idegen helyen ilyen finnyás. Aztán, amikor guggolok a deszkát, várom a szelet. Hát remélem nem kell sokat várnia. Az is attól függ. De nagyon fontos, hogyha jó, jön a szél, jó erősen meg kell kapaszkodni. Jön a szél, nem szabad elengedni. Elengedni el? Nem egészséges, sajnálom, nem egészséges. Jó, előfordul, nem tudom tartani. Istenkém, hát ugye emberek vagyunk. De hogyha nem tudja tartani, akkor sincs baj. Kínos. Nagyon kínos. Hát,
ez a többiek? Mihez? Hát, hogy maga egész nő windsurf izért ottan. Mit szóltak volna? Mindenki ugyanezt csinálja. Még versenyeket is rendeztünk. Meg sem merem kérdezni, hogy ki nyer. Hát ne mondja Sajó, a koszt, az nem volt nagyon egyhangú. Miért lett volna egyhangú? A spanyol konyha nagyon-nagyon változatos. Változatos? Én meg már azt hittem, minden nap só lett volt. Most mit?